A szülők hátán pihen a selyemmajom ikerpár a Nyíregyházi állatparkban. A kicsik szeptember végén születtek. Ez a gólyahír azért is különleges, mert a kölykök anyja az a Kátya névre hallgató kismajom, akit egy Kijevből menekülő család bízott a sóstói állatkert gondjaira. Kátya arról híres, hogy ő volt az első ukrán menekült állatkerti állat, aki Magyarországon talált magának menedéket. A Nyíregyházi állatparkban nem volt nekünk akkor fehér parmacsos selyemmajmocskánk, ő volt egyedül, és úgy gondoltuk, nem maradjon egyedül. Így hoztunk hozzá Hollandiából egy himet, és nagyon hamar szerelembe estek. Ez azért is érdekes, mert a Kátya eddig csak embereket látott, emberek voltak a társai, és nagyon hamar megkedvelték egymást, szépen jól éltek egymás mellett, míg nem, idén 5 hónapi terhesség után megszülettek az ikreik, és hát nagyon boldogok vagyunk, hogy családot alapított, és most a mama hátán 2 kis majmocska kapaszkodik, és jön-megy, ismerkedik a világgal. A kölykök 5 hónapnyi vemhesség után láttak napvilágot, szüleik pedig felváltva gondozzák őket. Nem csak az apróságok rendelkeznek kicsi testtömeggel, de a szülők is, úgyhogy a csapatmunka az nélkülözhetetlen. A kölykök körülbelül 50 grammosak, de a szülők sem nagyobbak 200 grammnál, úgyhogy mikor mondjuk egy szülőállat az ikerpár mindkét tagját magán hordozza, akkor testőjának a felét kell cipelnie, úgyhogy a papa és a mama felváltva szokta őket gondozni. Arról, hogy Kátya sorsa hogy alakult az elmúlt másfél évben, egykori tulajdonosaik szinte mindent tudnak. Kátya annak idején Zoé névvel érkezett hozzánk, és a tulajdonosokkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. A család egyébként elmenekült Ukrajnából, és jelenleg Németországban él, és terveik között szerepel az is, hogy meglátogatják a kicsiket, és most fogjuk felajánlani nekik azt, hogy ők adjanak nevet az ikreknek. A kicsik a gondozók szerint egyre önállóbbak, olykor felfedező útra is indulnak kifutójukban. Az ikreknél már a hozzátáplálás is elkezdődött, hiszen az anyatej mellett már takarmányt is fogyasztanak.